10 különböző féle palackos bor sorakozik a mészáros pincészet polcain. Egyszerre 3-4 évjárattal is jelen tudnak lenni a hazai és külföldi piacokon. Bár nagy az igény boraik iránt, az idei év őket sem kímélte. Az idei év az abban csak talán a borok minősége és a szőlő minősége volt jó, többi az nagyon nehéz volt. Mi egy átlagos évet zártunk, tehát átlagos termés átlagok voltak, mint szőlőbe, és illetve a borokba is. Minőségbe a közepesnél jobb minőséget tudtunk készíteni, nagyon szép borok is vannak a pincébe, úgyhogy várjuk az új évet, és bízunk benne, hogy vége lesz a járványnak. Nem csak a járvány és a szélsőséges időjárás, hanem a 2021-ben életbe lépő új bortörvény is kihívás elé állítja a pincészeteket. December elején ugyanis az országgyűlés újra tárgyalta a rendeletet. A törvény módosításának célja a szőlő és borágazat hatékonyságának növelése és a papírmunka csökkentése. Igazából az lenne a lényeg, hogy az adminisztráció csökkenjen, az eddig használt, főleg papíralapú adminisztráció átalakulna online rendszerbe, bevezetésre kerülne az e-pincekönyv. Ennek főleg a hatékonyság az lenne, hogy nagyobb ellenőrzéseket tudnának a hatóságok végezni hatékonyabban, illetve a statisztikai adatok, ezek is mind rendelkezésre állnának. Egy-két gombnyomás alatt meg lehetne nézni azt, hogy mennyi bor van a borvidéken, mikor kell beavatkozni. Például az idejében is volt ugye zöld szüret a Magyarország területén. Ezeket is, hogyha tudják nézni, akkor hamarabb, eredményesebb kimutatásokat tudnak hozni. Nálunk azért már majdnem minden online működött, kivéve ezek a hivatalos részek, azok még papír alapon, de most már ezek is átalakulnak. Tehát nálunk igazából nagy változás nem lesz. Mi fel vagyunk készülve, úgyhogy nálunk valószínűleg már augusztus 20-ától bevezetésre kerül az e-pincekönyv. A jelenleg hatályban lévő bortörvény 2004 óta szabályozza a borászatok működését. Az elmúlt 17 évben sok minden változott, így a már elavult szabályokat is meg kellett reformálni. Egy kutatás során kiderült, túl sok az adminisztrációval töltött idő, így elsősorban erre keresnek megoldást. Alapvetően arra törekedtünk, hogy kevesebbet kell úgymond papírozni. Tehát kevesebb papírra lesz szükség, és nem csak olyan értelemben, hogy elektronizáltan folyik a folyamat az eljárások a jövőben, hanem olyan értelemben is, hogy egy kevesebb hatósági bizonyítványt kelljen igényelni. Ugye a jelenlegi rendszer alapján a születet követően szőlőszármazási bizonyítványt kell kérelmezni, és kap is a gazda egy szőlőszármazási bizonyítványt. Ezt követően egy első borszármazási bizonyítványt kell kérelmezni, és ezt utána is kapja a gazda. Ezután, hogyha valami komolyabb pinceművelet házasítás történik, akkor újra kell kérni egy borszármazási bizonyítványt. Ha áttárolják egy másik gazdapincébe eladja, akkor egy B-típusú borszármazásit kell. Ha forgalom akarja hozni, akkor egy C-típusú borszármazásit kell kérni. És mindezeken kívül a forgalomba hozatal is engedélyezési eljáráshoz kötött. Ezeket mind 60 napos határidővel kapja meg a gazda. Tehát ha ezeket szépen összeadogatjuk a napokat, hogy akkor is, ha nem 60 napra kapják meg, azért nagyon sok kérelmet kell fizikailag kitölteni, ezeket még papíron kell kitölteni, be kell menni a hegybíróhoz, alá kell írni, visszakapja nyomtatva, csak gyűlik a papír, és telik az idő az adminisztrációval. Ezzel szemben az új rendszerben ilyen jellegű hatóság bizonyítványból összesen 2 marad, egy első származási és egy végső származási bizonyítvány. Megszűnik a forgalomhozatali engedély, nagyon fontos, hogy a szőlő származási bizonyítvány is megszűnik, de ez azt jelenti, hogy gondoljuk el, hogy annyi papírt kell kiadni szület idején a hegybíróknak, akkor ők a nyomtató mellett ülnek az irodáiban. Az új szabályozás szerint azonnal megkezdhető azoknak a boroknak a forgalmazása, amik megfelelnek az előírásoknak. Nem kell a NÉBIK engedélyére várni. A forgalomba helyezéstől számított 5 napon belül hívhatja vissza a terméket az ellenőrző szerv. Az új bortörvény a jelenleg hatályossal szemben különbséget tesz a kisüzemi és nagyüzemi bortermelők között is. Nem pont ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek rájuk. Az elektronikus ügyintézés a kicsik számára lehetőség marad, ők intézhetik az ügyeiket
az átmenet, több éves átmeneti időszakot követően is majd ügyfélsz magát, most személyesen a helyi bírónál. Viszont a nagyobbaknak egy-két éves átmeneti időszakot követően kötelező lesz minden elektronikusan intézni számítógépen keresztül, akár saját szoftverrel, akár közvetlenül az e-pincekenyőrendszerrel. Kisüzemi bortermelőnek számít az, akik 3 év átlagával legfeljebb 1000 hektoliter bort állítottak elő. Ez körülbelül 133 ezer palack. A jelenlegi tervek szerint 1000 hektoliter feletti termelésnél körülbelül másfél év múlva, a 10 000 hektoliter feletti termelésnél pedig már fél év múlva kötelező lesz az elektronikus ügyintézés. A kormányrendelet és a miniszteri rendelet tavaszra várható, amik majd az új bortörvénnyel együtt 2021. augusztus 1-ével lépnek hatályba.